A jószolgálati otthon ellátottjai, gondozói és az önkéntes segítők együtt énekeltek, táncoltak és színészkedtek a Bartók Kamara Színház színpadán. Bár a felkészülés több hónapig tartott, a fellépést pedig nagy izgalom előzte meg. A végeredmény nem csak a gondozottaknak, de a segítőknek is fontos volt. Rettentően izgultak, reggel bementem hozzájuk, hogy milyen helyzet, meg elpróbálni, és mindenki annyira izgult, hogy ő már annyira várja, hogy jöjjön a színházba. Úgyhogy még reggel próbáltunk egyet, és szerintem nagyon jól sikerült. Minden a helyén volt. Nekem ez egy óriási nagy lehetőség volt, hogy Kecskés Rózsa felkért, hogy szerepeljek a sérültekkel együtt, és most már körülbelül másfél hónapja minden szerdán ott voltam velük, és együtt énekeltünk. És hát nekem ez nagyon-nagyon fontos volt, mert annyi szeretetet kaptam tőlük. Ez valami hihetetlen, hogy mennyi szeretet van bennük, és olyan jó érzés volt, hogy beléptem, és mindenki mosolygott, megölelt. Tehát ez egy olyan élmény, hogy ezt mindenkinek meg kéne tapasztalnia. Szeretnétek hallani egy szép mesét? A színpadon tehát az összetartásé, az egyenlőségé és a vidámságé volt a főszerep, Kecskés Rózsa pedig a könnyeivel küzdve árulta el, hogy egy megvalósult álom számára ez a gála. Gimnazista korom óta várok erre, hogy megvalósuljon ez a sok álom. Annak idején önkéntesként én is így kezdtem, és először találkoztam egy fogyatékos intézményben sérültekkel, és amikor azt mondják a kollégáim, hogy már megint mit álmodtál, mert abból nekik munkájuk van, akkor utána elkezdenek gondolkodni, és ilyen csodákra képesek. A nagyszabású gálát az önkéntesek hete előzte meg, amely során városunk diákjai, sportolói, zenészei, színészei és táncosai fogtak össze annak érdekében, hogy mindkét jószolgálati intézmény gondozottjainak megszépítsék napjait. A segítés jegyében tett programsorozat már 15 éves múlttal büszkélkedhet, a közös gálát azonban tavaly rendezték meg először. Kecskés Rózsa elmondta, terveik szerint jövőre is megszervezik az önkéntesek hetét, amelyet az új hagyomány szerint szintén gálával zárnak majd.